Magyar hangok. Szatori Dávid, Gyöngy Zsuzsa, Gáspár Kata, Csibi Gergely, Kovács Nóra, Kőszegi Ákos. További magyar hangok. Buzsó Péter, Vida Péter, Tar Judit, Udvarias Anna, Rosta Sándor, Petár Adrien. Összetört szívek. Menj csak. Mondd el neki. Indulj már. Mondd el neki, hogy megcsaltál. Mondd el, hogy megláttalak Yamannal csókolózni. Rajta, mondd csak el! Szerinted mi fog történni utána? Mit vársz? Mire számítasz? Tényleg azt hiszed, anyám majd megbocsájt neked? Ezt felejtsd el, hisz jól ismered őt. Azade anyánk, azért, hogy megmentse a Sanchakzade család féltve őrzött méltóságát. Minden ismerősünknek elmeséli majd, mi történt. Jobb, ha hallgatsz. Én se szóltam. Te se tedd. Ferit. Hande! Ezt soha többé nem erészed. Soha. Hande! A férfiakat intelligenciával lehet megfogni, nem a nőiességgel. Egy nő legnagyobb erénye a türelem. Egyszer tett nekem egy ígéretet az Ede anyám. Nem sikerült betartania. Bár ott lehetnék. Rendben, csak kérlek, ne hagyjátok magára. Hidd el, szívesen visszamennék. Jól van, Seher, majd beszélünk. Szervusz. Ayşe, ne haragudj Hande miatt. Én sem néztem volna ki belőle, sajnálom. Bocs, de mostanra már belém fagyott a szó. Anyád csak úgy benyitott a fürdőszobába. Erre jött még Hande. Anyám bement a fürdőbe? Igen. Azt mondta, nálatok ez hagyomány. Ez a hagyomány. Akkor reméljük a legjobbakat, mert innen már nincs visszaút. Na, mi legyen? Szárítsd meg gyorsan a hajad. Öltözz át, elviszlek valahová. Dehova? Meglepetés. De én nem csípem a meglepetéseket. Tudod, hogy a legutóbbi meglepetés csak nem az életembe került. Nem kell félned. Olyat mutatok, aminél szebbet még életedben nem láttál. Oda leszel érte, bíz bennem. Hát jó. Akkor elkészülök gyorsan. Itt várlak. Oké. Hande, azonnal gyere el onnan! Ez nem helyes! Ne alázkodj meg! Ennél büszkébb vagy! Képtelen vagyok rá, Betül! Visszahúz a szívem! Ide ragadtam, mozdulni sem tudok! Legalább te érts meg, mert már senki sem akar! Hande, menj el onnan! De úgy volt, hogy ebben a házban új életet kezdek ma Ferittel. Erre ez a lány... Az én házamban. Az én ágyamban. Az én szerelmemmel. Az én álmaimat éli meg. Hogy tudnék ebben beletörődni? Hogy tudnám ezt elfogadni, Betül? Annyira, de annyira fáj. Édesem, pedig nincs más választásod. Fogadd el. Ferit feleségül vette azt a lányt, nincs mit tenni.
nem szerelemből nősült, csak érdekből, hogy engem bántson. Han, de ne légy már ilyen makacs, engedd el! Saját magadat bántod, és mélyebbre húzod magad. Bocs, Betül, most leraklak. Szállj ki, és üljett a másik ülésre. Mit akarsz te tőlem? Ha? Mondom, most kiszállsz, és átülsz a másikra. Yaman, te vagy az utolsó, akit most látni szeretnék. Tűnj el innen! Hande. A Sanjak-Zade birtok bejáratánál állunk, és Yamannak hívnak. Gyerünk, szállj ki végre. Ne érj hozzám! Hogy vagy, nászasszony? Hogy lehetnék egy ilyen nap után, Azade? Megértem. Hidd el, együtt érzek veled. Azért hívtalak, hogy találkozzunk és ígyunk meg egy kávét valahol. Úgy érzem, nem fogtad fel, mi történt. Mostantól ki sem tehetjük a lábunkat az utcára. Zümrüt, ami tegnap történt, mindannyiunknak kínos, nem csak nektek. Én is anya vagyok, hidd el, átérzem. Mindannyiunknak fáj. Nem, nem, felejtsd el a kávét. Hüszein nagyon haragszik rátok, ha megtudja, ki kelne magából. Hüszein majd hálás lesz, ha egy nap a karjába veszi az unokáját. Lesz még közös unokánk. Ígérem. Becsület szavamra. Szóval készülj. Jól van. Lehet, hogy nem ártana zárat szereltetnem a fürdőre, hogy anyám ne zaklasson többet. Valahol anyádnak is igaza van. Szeretné, ha az új menye megismerné a ház szabályait, és megtanulná a régi családi hagyományokat. Mi nevet? Ez még korai kijelentés. Nézd, Aisha, anyám nem fog téged ilyen könnyen elfogadni. Ezt már Isztambulban is említettem. Tulajdonképpen háborút indított. Úgy érted, meg akar félemlíteni? Próbálkozzon. Mostantól akkor még jobban résen leszek. Én támogatlak. Ő felsége Vihar. Az én egyetlen fiam. A fogadott gyermekem. Ismered Vihart? Már sokat meséltem róla. Vihar? A hölgy Aisha nővéred. Szia, Vihar! Ritka nemes tartásod van. Igen. Ezt nagyon jól látod, Aisha. Nemes ló. Egyelőre ne kerülj túl közel hozzá. Kell neki egy kis idő, amíg megszokja az idegeneket. Csak akkor próbáld meg simogatni, ha én is itt vagyok mellette. Megértem. Majd hozzászokom. Most már érted? Most még maradj távol, aztán lassan-lassan egyre közelebb merészkedhetsz hozzá, rendben? Egyszer szeretném majd megülni. Apámmal régen nagyon sokat lovagoltunk. Vihar cseppet sem olyan ló, mint a többi. Harcias egy fiú. Kemény fejű. Épp ezért... Ezt nem engedhetem. Ő sem engedne a hátára. Igaz, fiam? Nem ülhet más a hátára, csak én. Úgy látom, te féltékeny vagy. Aha, várjunk csak. Te vagy féltékeny rá, vagy ő féltékeny rád? Előbb ezt jól lenne tisztázni. Nézd, szerintem látszik rajta, hogy már is féltékeny lett rád. Pedig nem adtam okot a féltékenységre. De az biztos, hogy ha egyszer meglátsz vágtázni rajta, te leszel ránk a legféltékenyebb. Voltak már néhányan, akik megpróbálták megülni. De ledobott magáról mindenkit. Nem hagyta. Igaz? Oké, majd meglátjuk. Valami nem stimmel. Nekem úgy tűnik, mintha Ferid bosszút állna. Ne beszélj butaságot! Ugyan kiházasodna bosszúból! Ha valakit szíven szúrnak, az a világot is felégeti. Handema nálunk járt. Feldúlt a Ferid otthonát. Aztán négy szem közt beszéltek. Ferid Handét okolta. Mondd csak, Azade, minket vádolsz a történtekért?
Még a lányomat kiáltanád ki bűnösnek? Nem így értettem. Arra céloztam, hogy derítsük ki, mi történhetett. De ehhez kell a segítséged. Ezt nem várhatod. Hüszein így is tele van indulattal. És jegyezd meg! Én képtelen vagyok a férjem háta mögött ármánykodni. Ahogy gondolod, engem most semmi nem állíthat meg. De majd megoldom egyedül. Jó munkát! Köszönöm, Ferit úr! Nem nagyon emlékszem anyámra, de valami itt cseng a fülemben. Mindig azt mondta, hogy akár 100 méterről is képes felismerni a fűszerek illatát. Hány éves voltál, mikor édesanyád meghalt? Még kicsi voltam, 4. Szegény apa 5 évvel utána ment el. Egy szár nélküli szőlőnek hívom csak magam. Nyugodjanak békében. Viszont a szár nélküli szőlő most bekerült a szőlőskertbe. Ami nem is igazi szőlőskert. Csak egy előre kitervelt játszma része vagyok. Aisha, bármi is történjen, mostantól rám mindig számíthatsz. Jó, de ne roncsuk el a kedvünket. Ferit úr! Námik! Ritkán látom erre. Ne haragudj, alig van időm. Hogy vagy? Üzlet, család, gyerekek, minden rendben? Allahnak hála, minden jól megy. Nem tudtunk elmenni az esküvőre, de ha elfogadják, a nejének ajándékoznám. Még szép, hogy elfogadjuk, és köszönjük szépen, hogy gondoltál rá. Igen, szép gesztus. Köszönjük. Nézz oda. Felpróbálhatom rád? Jól áll. Így még szebb vagy. Köszönöm, nagyon tetszik. Köszönjük, Námik. További jó munkát. Köszönöm. Námik, a fiadnak elvileg lesz még egy tárgyalása. Említetted, de nem jöttetek hozzám, én meg elfelejtettem. Mi lett vele? A pasasnak, aki elütötte, túl jó kapcsolatai vannak. Mi az, hogy túl jó kapcsolatai vannak? Attól még megpróbálhatnánk. Az igazság mindig győz. Holnap gyertek be hozzám. És elkezdünk dolgozni az ügyön, harcolni fogunk érte. Ahogy akarja, és nagyon köszönjük. Allah mellettetek áll. Indulunk. Minden jót. Miért hoztál most ide? Hogy emlékezz. Ilyen üres a fejed? Már gondolkozni sem tudsz, hát nem érted? Nincs mire emlékeznem, Yaman. Szívem szerint mindent kitörölnék az agyamból. Valóban? Gyere velem. Eresz! Gyere már. Ne rángass! Ne üvölts, inkább gyere. De fáj a kezem. Gyere. Látod? Akkor ezt töröld le. Az meg mi? Mit akarsz ezzel? Ez csak 2 betű, semmi több. Hande. Most már felvállalhatod. Ferit elment, nincs más, csak te és én. Te és én? Te és én nincs, és nem is volt. Mondd, ki vagy te? Yaman, akit remekbe csókoltál. Fogd már fel végre, hogy csak áltatod magad. Ez nem szerelem. Gyerekek voltunk, szórakoztunk, de felnőttünk. Mire jó, hogy még most is dagonyázol a múltban? A pajtában más mondtál, nem? Elég, hagyj! Mégis ki vagy te? Ha? Mit tudnál te nekem nyújtani? Szerelmet? El tudnál tartani? Mondd! Ideje lenne szembenézned a valósággal. Tőlem próbálkozhatsz még. De soha nem leszel olyan, mint Ferit. Nem lehetsz. Vagy attól, hogy elrabolsz férfinak, tartod magad? Régebben még sajnáltalak. De már szánalmas vagy. Mert ha Ferit nincs melletted,
semmit nem tudsz felmutatni. Most kiderült, hogy Ferit volt, aki felemelt. Ferit nélkül csak egy senki vagy. És ha Ferit nem hagyott volna el, vagy nem marad más férfi, akkor sem kellenél, világos? Imádom a babérlevél illatát. Én is. Tényleg nagyon finom. Már is visszajövök. Itt vagyok. Hogy vagy, Baha? Hogy sikerült a tárgyalás? A tárgyalás most mellékes. Hallom, hogy Antakiába mentél, ez igaz? Itt nem volt munka? Tudod, itt nagyon jól keresek, ezért döntöttem így. Azért vállaltad, hogy kihoz innen, ugye? Nagyon drága ügyvédet bíztál meg. Inkább mesélj, hogy megy a sorod? Gondolom, szörnyen lassan telik az idő, és milyen a kaja, ehető? Ne tered el a szót. Elég lett volna az is. Ha néha bejössz meglátogatni. Gyorsabban tehettek volna a napok. Figyelj rám! Véletlenül se akadj össze senkivel, és ne kever egy verekedésbe. Jó magaviseletért hamarabb szabadulsz. Most is szörnyen érzem magam. Miattam kerültél be? Ayşe! Bármit megteszek, amit kérsz. És mikor tervezed a látogatást? Megyek, amint tudok. És kihozlak onnan. És ha nem tudsz, akkor is vársz rám. Éhes vagy? Beülünk enni valahová? Bocs. Úgy hallom, nem vagy egyedül. Dolgom van, most muszáj mennem, később hívlak, rendben? Ne haragudj, azt hittem már befejezted. Semmi gond, már épp letettük volna. Értem. Akkor elmegyünk enni valahová? Éhes vagy? Mehetünk. Jól vagy, mintha kicsit feszült lennél. Jól, nincs semmi baj. Szuper. Akkor most elviszlek egy olyan helyre, ahol a legjobb köftét készítik a városban. Utána pedig jöhet a kihagyhatatlan künefe. Jó napot. Jó napot, Ferit úr. Az asztala elkészült. Ha gondolod tőlem, átmehetünk máshová. Nem megyünk, itt jó lesz. Ülj le. Jó étvágyat. Ide hallgass! Én nem ülök veled egy légtérbe. Keres egy másik éttermet. Mozgás! Kifelé! Hüsszein úr! Még ön akarja eldönteni, hol együnk? Csak csendben fogyassz el az ebédjét. Jó étvágyat. Te gazember! Hogy van, merszed így beszélni velem? Hüsszein bátya! Higgadj le, Ferit! Le és higgadjon le! Ki vagy te? Kérem, nyugodjanak meg! Mit képzelsz? Az én lelkiismeretem tiszta, majd pont te tanítasz jó modorra! Hagyj merészel ilyen hangon beszélni a nejemmel, maga pimasz! Én pimasz! Jobban teszi, ha visszaül a székére! És mi lesz, ha nem ülök? Hüsszein! Csak a korára való tekintettel fogom vissza magam. Ne tegye próbára a türelmemet! És mi lesz, ha próbára teszem, akkor mit csinálsz? Vissza! Gyere inkább, Ferit! Menjünk, hagyd a fenébe, nem éri meg! Gyere, induljunk, menjünk már! Menj! Tűnés! Menjünk. Gyerünk, Hande, vedd már fel azt a telefont az ég szerelmére!
Édes bogárkám, merre vagy? Hol lehetsz? Mondd csak, hol jártál? Az őrületbe akarsz kergetni engem? Többször is hívtalak, ha az anyád sokszor hívogathán, de azt illik felvenni. Ne kiabálj, itt vagyok. Hallgass meg! Igaz, hogy elmentél Ferithez? Igen. Miért? Most mi van? Most mi van? Én is pont ezt kérdezem tőled, Hande! Hogy most mi van? Mi az, amit te tudsz? És nekem nem mondtál el, kislányom! Azade arra célozgat, hogy te vagy a felelős a történtekért. És azt mondta, kideríti, mi ez a vita kettőtök között. Jobb, ha elmondod az igazat. Szóval mi történik itt, Hande? Semmi, és ne kiabálj így velem! Miért állítasz a falhoz, és mit gondolsz te rólam? Ide figyelj! Most kérdezem utoljára, Hande, válaszolj! Mi folyik itt? Mondtam, hogy semmi, hadd békén! Mi a baj? Az utcáról hallom a veszekedést. Miért vagy ilyen zaklatott, Hande? Csak fáradt vagyok. Gyere ide! De papus, nincs semmi! Gyere már! Mutatok neked valamit, na! Mit akarsz most mutatni? Csak gyere velem! Gyere csak! Magyar hangok. Szatori Dávid, Gyöngy Zsuzsa, Gáspár Kata, Csibi Gergely, Kovács Nóra, Kőszegi Ákos, Bozsó Péter, Vida Péter, Tar Judit, Udvarias Anna, Rosta Sándor, Sallai Nóra, Szemenyei János, Kelemen Kata, Pekár Adrien. További magyar hangok. Borbicki Ferenc, Cifra Krisztina, Nyírő Eszter. Magyar szöveg Balázs Tünde, hangmérnök Dudás Marcell, vágó Gulya Sándor, gyártásvezető Gyarmati Zsolt, szinkronrendező Dögei Éva. A szinkront a TV2 média csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Gyarmati Zsolt.